Szeretettel köszöntelek itt titeket a Kalocsai Képeslapok sorozatunknak a harmadik előadása következik. Ebben a Kalocsai Képeslapokban nagyon sok embert hallgattunk már meg, kalocsai emberekről beszélünk, akik lehet, hogy kevésbé ismerik őket, bár most a mellettem álló hölgyre ez nem igaz, mert azért Kalocsán őt nagyon-nagyon sokan ismerik, de úgy gondolom, hogy ennek ellenére sok újat azért tud nekünk majd mondani. Bemutatom Gábor Magdolna tanárnőt, a Szent István Gimnáziumnak a tanárát, matematika és fizika szakos tanárát, akiről az az érdekes, hogy olyan matek tanár, aki imádja a verseket is, és mindig gyönyörű, szép versidézetekkel szokta köszönteni a barátait a Facebookon. Ugye? Át is adom akkor neki a szót. Magdikám, foglalj helyet, és azt mondta Magdi, hogy ő csak leül, nem vetít, és mesél, és mesél, és mesél. Hát akkor halljuk. Hát valami ilyesmi. No, ugye mondtad, hogy hogy hívnak, de én ezt kiegészítem. Gábor, Mária, Magdolna, Gizella vagyok. Ez 4 keresztnév. Tessék, hát ez már egészen jó. Tehát teljesen nyilván volt, csak a Magdolnát használom belőle, így röviden. Aztán ugye arra gondoltam, hogy majd csak állok és beszélek, de szerintem inkább ülök és mesélek. Ugye ez egy kis plágium, mert Vitrainak volt egy ilyen műsorra, lehet, hogy emlékeztek rá, és én azt nagyon szerettem, azt a műsort. És abban se voltak nagyon videóbejátszások vagy képek, hanem ott beszélgetett emberekkel. Én úgy gondolom, hogy ez egy baráti társaság, most azt fogjuk játszani, hogy esetleg kíváncsiak vagytok rám, én elmondom a dolgaimat, főleg, hogy is mondjam, az életemnek a humorosabb oldalát szeretném bemutatni, kis anekdotákká szelídült történéseket. Tehát lehet, hogy azért lesz benne majd kicsit szomorúbb rész is, de hát nem biztos. No, tehát hogy is kezdődjön? No, szelíd felé, részteleken, szelíd felől a harmadik ház, egy ilyen hosszú parasztház, vert falu, földpadlójú, az volt az én szülőházam, ahol 2 család élt 2 szobába. Tehát 2 szobás volt, az egyik szobába éltünk mi 4-en az édesapám, édesanyám meg a nővérem, másik szobában meg édesapámnak a nővére meg az idős férje, és ez úgy alakult, hogy édesapám 9. gyerekként született a családba, és nagyon korán elvesztette a szüleit, és egy idős nővére nevelte föl, akinek nem volt gyereke. Ebbe a házba hozta édesanyám a Szakmáról, aki szintén nagy családból jött. Igaz, hogy ő csak 4 voltak testvérek, de a legidősebb nővére egy rossz házasságból 6 gyerekkel költözött haza. Tehát elég népes volt a család. 4 unokatestvérem érte meg a felnőtt kort, 2 ugye meghalt gyerekként, de azért nagy család volt mindenféleképpen az egész. És hát a gyerekkor az ugye egy falusi gyerekkor volt, ahol ugye, ha idézem Hamvas Bélát, akkor nem idézem, mert fölhúzom magam rajta újfent. Ugye akkor azt írta, hogy az alföldi emberek buták, mert ezért meg azért meg amazért, és a hegyvidékek milyen okosak. Mert én úgy gondolom, hogy azért itt a Petőfi, aki az én szívemhez közelebb áll, aki ugye azt írta, hogy mit nekem az Ordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája. Igaz? Ott az alföld tengersík vidékén, ott vagyok, hon ott az én világom, és börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom. No, én így értem meg a gyerekkoromat, és tényleg ez a fajta szabadság, ez meg is adatott nekünk. Nem csak azért, mert jó időben Paksig el lehetett látni, és ott a Paskomon, ahol ugye rétek voltak, stb. Ott rohangáztunk, meg mackófősővel verdestük a dongókat, meg mit tudom én. Hát, hogy is mondjam, milyen játszótereink voltak, ugye a Paskom, ahol rohangáltuk, a szalmak azzal az volt a csúszdánk, ugye nyilván ott voltak a hajasbabáink, azok a kukoricababák voltak, az építőkockáink, azok a kukoricacsutkák voltak, és nyilvánvaló csicska volt a legónk, amikből összeragazgattunk mindenféle dolgokat, és én úgy gondolom, hogy többötöknek a fejében van egy ilyen kép. Tehát valami kis közös ilyen jellegű kép. És hogy is mondjam, voltak abban az időben
rossz történések is. Ugye a kitelepítések, tudod, hogy részfelekről is több. De mi, gyerekek, ezt nem igazán éltük meg. A felnőttek minket védtek ezektől a dolgoktól, vagy ha pusmogtak is róla, akkor is nem biztos, hogy mi pontosan értettük, hogy miről volt a dolog. Tehát én úgy érzem, hogy kimondottan boldog gyerekkorom volt. Egy emléket mindjárt elő is hozok, hogy valahogy érezzétek meg azt a csodálatos családot, amit ez a kis összesodródott család élt meg. Karácsony. Állítólag azt mondják, hogy az embereknek 4 éves koruk előttől nincs emléke, de nekem van. Ez a karácsony, ez egyértelmű emlékem. Igaz, hogy a szöveges része már a nővérem elbeszélése, de maga a kép az ott van. Vacsoráztunk karácsonykor, a mi szobánkba vacsoráztunk 6-an, utána átmentünk a Margit néni meg a sógor szobájába, és képzeljétek el, hogy az a szoba ilyen vastagon szalmával volt terítve. Abba a szalmába játszottunk a nővéremmel, a kismacskákkal, és közben a Margit néni elmesélte a jászolnak a történetét, és aznap éjjel ott aludtunk a szalmába, abba az év. Ez nekem egy olyan erős és olyan gyönyörű, szép emlék, az, hogy a történetet mesélte a Margit néni, ezt inkább a nővéremtől tudom már, hát arra úgy nem emlékszem a történetre, de a hangulatára nagyon ennek a dolognak. És ilyen emlékem rengeteg van. Hát nyilvánvalóan ez föltétlen, el akartam mesélni, hogy erről lássatok ti is dolgokat. Ugyanígy ment a húsvét, ahol, mit tudom én, most ugye divat ez a tojáskeresés, hát nálunk ez teljesen természetes volt, de az is teljesen természetes volt nálunk, hogy Margit néni, aki ugye nagyanyaként funkcionált nálunk, az mondta, hogy hú, Magdika, nézd csak, ott repült a kis madár, ott repült, nézd csak, ott hagyott valamit, és egy kis fészekbe ott volt 2 szem cukor, vagy ilyenek. Na most, ha ugrálok majd az időbe, tehát tanárként, ezt a tanítványaim talán tudják is, ha 3-4 óra hosszás dolgozatot írottam, mert olyan galád voltam, hogy ilyet is csináltam, akkor eltelt 2 óra hossza, akkor cukrot osztogattam a tanítványaimnak, hogy egy kicsit oldódjon a feszültség. Hát lehet, hogy mindent meg lehet találni a gyerekkorban. Én ugye 70 éves leszek már, és ugye valamelyik előadó itt előhozta talán, hogy előre kell nézni. Hát nézek én előre, mert vannak unokáim, de azért higgyétek el, hogy ha nem tudok aludni, és úgy elöntenek az emlékek, ezek az emlékek azok nagyon erősen a gyerekkorhoz, meg ehhez a részhez csatlakoznak. No, tehát akkor ugye elmondtam, hogy ebből a családból származok, hát talán a szüleimről is beszélek. Édesanyám az nagyon-nagyon ügyes volt mindenbe. Gyönyörűen rajzolt, gyönyörűen pingált, kézzel vart, géppel vart, mit tudom én, miket csinált, verseket írt. Na most lehet, hogy itt nem kiadni való verseket, de minden olyan családi esemény, ahol köszöntöttünk valakit, az mindig nem egy előre megírt valami volt, hanem az édesanyám által arra az alkalomra, amit hát többé-kevésbé mi tanultunk be a nővéremmel, és akkor elmondtuk, és hát szerintem ez is egy nagyon, nagyon jó dolog volt, és a kincses kalendáriumon kívül nekünk mindig voltak könyveink, akármilyen nagyon egyszerű körülmények között. Éltünk, Petőfi kötetünk volt, Jókai könyveink voltak, mesekönyveink voltak, aztán a mesekönyveket a nővérem annyiszor olvasta nekem, hogy én azt hittem, mikor iskolában mentem, hogy én tudok olvasni, hát nem tudtam olvasni, hát azért tegyük hozzá. Ismertem a mesekönyveknek a tartalmát, mert annyiszor hallottam, hogy úgy nyilvánvalóan eltulajdonítottam, vagy megnéztem. No, hát ebből én nem örököltem semmit. Tehát a versek szeretetén kívül, mert abszolút ügyetlen vagyok, a barátaim tudják, hogy legendásan ügyetlen vagyok. Ezt a részét, ezt a nővérem, meg a nővérem kislánya örökölte az édesanyámtól. Hát édesapám az meg egy, az osztálytársam azt mondták, hogy Magdi, nézd már ki az ablakon, ott jön egy 2 méteres csoda. Na, az volt az én édesapám, mert magas, erőteljes ember volt, erőteljes jellemmel, ami azt jelentette, hogy abszolút nem tűrte el az igazságtalanságokat, meg
azokat a... Igen, hát ezt azt hiszem, hogy örököltem. És azt hiszem, hogy azt is örököltem, hogy ha valami olyan sérelem érte őt, vagy a környezetét, vagy valakit, amit sérelmezett, akkor nem mindig diplomatikusan próbálta helyre tenni a szituációt. Hát ezt is örököltem. Sokan vannak itt, akik ezt is ismétlik, amiből hát azért voltak nagyon humoros, és voltak azért kicsit cikibb dolgok is, amikor ezeket a dolgokat úgy elő-elő vezettem. No, aztán alig vártam, hogy iskolás legyek. Ezt ugye azt hiszitek, hogy tanárként én nekem ezt elő kell vezetni, de ez tényleg így volt, mert a másik olyan csodálatos emlékem, amit mindenféleképp meg akarok veletek osztani, az az volt, hogy téli este a Sparhelt fénye világít, a padlásról hoztunk le kukoricát morzsolni. Én volt, amikor picike gyerek voltam még, volt, amikor morzsoltam, vagy játszottam a csutkákkal, de a nővérem a petroleum lámpa alatt a Kódus és Királyfit olvasta folytatásokba a családnak, és én majd megpusztultam, hogy tudjam már, hogy mi következik, de sose mondta el, hogy mi fog következni. Mindig ki kellett várni a következő estét, amikor hát megtudtam, tehát tényleg nagyon-nagyon szerettem volna már megtanulni olvasni. És a számolás is valahol ott kezdődött, mert hát 6 év van köztünk a nővérem meg köztem, és hát nyilván, mint a kis testvér, azért nyúztam éppen eleget, hogy ezt csináljon nekem, meg azt csináljon nekem, meg így foglalkozon, úgy foglalkozon, ő meg azért menekült volna, hogy ment volna barátaival, és akkor kitalálta azt, hogy számoljak. És akkor eleinte csak úgy szóba, meg hát nyilván a kis csirkéket meg kellett számolni, hogy hányan vannak, meg a kis libákat talán. De aztán ez nekem nem volt elég, hogy na mennyi, hogy számold meg, hogy hány tyúk van, ezt azért már végén nagyon untam. Akkor nyilván megtanította a számokat leírkálni, és megtanított 20-as számkörig számolni, ami úgy működött a végén, mivel hogy az írását is megtanultam a számoknak, hogy istentelen hosszú többjegyű számot, 2 leírt egymás alá, szóval 10-et ilyet fölírt egy lapra, és hát mivel 9 meg 9, ugye 18, még azt mondja, maradt az egy, az is 19, tehát 20-ig én simán számoltam, azt számogattam, amíg rá nem jöttem, hogy én át vagyok rázva, mert közben ő meg ment valamerre, aztán szórakozott a barátaival, de végül is valahogy mégis, lehet, hogy innen datálódik az, hogy én nagyon szerettem ezt a dolgot, és hát, hogy is mondjam, ha most egy kicsit ugrok, mert ugye Magdi ilyen polipszerűen fogunk most beszélgetni, ő tudja, hogy miről beszélek, amikor az ember beszél valamiről, van egy kerek dolog, és akkor ide kinyúl egy kicsit, oda kinyúl egy kicsit, amoda kinyúl egy kicsit, de azért majd vissza-vissza fogok térni a testéhez a dolognak. És most egy idézetet szeretnék mondani, ami így szól. Önmagáért szeretem a matematikát. Mindig is szerettem, mert nem tűri a homályt és a kétértelműséget, egy két dolgot, amitől legjobban borzadok. Na most ez az idézet egy 18. századi francia írótól származik, nem matematikustól, Stendhalnak hívják. Ugye lehet, hogy a tanulmányaitokból tudjátok, vörös és fekete, pármai korostól, mit tudom én mi. Tehát egyrészt nagyon szeretem ezt az idézetet, másrészt azért hoztam ide, mert ugye mindenki ott van, hogy ő a matematikát uborzad. Hát nyilvánvalóan, amikor idézem ezt a dolgot, néha a kétértelműséget kiszoktam cserélni kétszínűségre. Mert én azt hiszem, hogy nagyon oda passzol, nyilván akkor csak tartalmi idézés van, de én úgy gondolom, hogy egyértelműen pontos. Jó, tehát már akkor szerettem a matematikát, és hát nyilvánvalóan bekerültem a Keserűcseleki Általános Iskolába, ami egy falusi általános iskola, ami hát ilyen olajos fapadlójú volt, ha egyáltalán volt fapadlója, mert nem volt elég osztályterem, tehát volt úgy, hogy a faluba egy parasztház szobáját is bérelték, és ott is tanult egy osztály. Az egyik ilyen szoba az pontosan a Zsolt tartott itt előadást a Kurszki csatáról, az ő anyósánál volt pontosan egy ilyen, ahol én elsőbe jártam, de úgy jártunk első, vagy első-harmadik volt együtt, meg második, meg negyedik volt együtt, és délelőtt is voltak osztályok, akik délelőtt jártak, voltak osztályok, akik délután jártak, mert
a tanárokat is így tudták elő, vagy hogy mondja, beosztani, vagy a termeket is így tudták beosztani. Felső tagozat volt az, amikor már építettek hozzá egy szárnyat, és akkor volt külön osztálytermünk ötödiktől, de addig így működött az oktatás. Csöndes óra, hangos óra, hát a csöndes óra nekem azért nem mindig sikerült, tehát nem tudom miért, de hát igen, volt olyan, hogy nem mindig sikerült, de nagyon hamar rájött a tanítónéni, akit hát csak hálával tudok emlegetni, hogy engem érdekel a matematika, aztán rám zúdított mindenféle ilyen kis apró kis matematikai feladatokat, és azzal úgy elvoltam, akkor úgy talán tudta a másik osztályt tanítani, nem kotyogtam bele a dolgokba. Na jó, tehát nyilvánvalóan ez így működött. Aztán többi tantárgyat is azért én tanulgattam, tehát mondjuk azt, hogy én lehet, hogy most azt mondanák rám, hogy Sréber, de hát nem Sréber voltam, én egyszerűen engem érdekeltek a dolgok. Tehát miért ne érdekelt volna a biológia, amikor tele volt az udvarunk kis állattal? Miért ne érdekelt volna a földrajz, amikor, mit tudom én, gimnazista koromig a Balaton nekem csak egy paca volt a térképen, de legalább paca volt a térképen, és akkor volt valami, moziztam az agyamba, hogy nézhetett ki, vagy láttál egy képeslapot, és akkor tudtad, hogy na, akkor nagyjából ilyen a Balaton. Azt mondta a nővére, hogy figyelj, olyan, mint a szelíd szolozmök százal. Mondom, jó van, akkor már mindjárt értettem, hogy miről beszél, mert hát úgy nagyjából olyan nyelven vezette elő a dolgokat, hogy én magam is megértettem. A tanulás mellett azért a paraszt gyerekeknek azért dolga volt. Tehát egyszerűen az, hogy nekünk a háztartási munkákban részt kellett venni, az nem is volt teher. Márta is ezt csinálta, Teri is ezt csinálta, minden lány ezt csinálta, ez volt a dolgunk. Fősöpörtük a döngölt padlót, aztán ilyen lukas korsóval ilyen nyolcasokat csináltunk rá, ez volt a dolgunk, meg a libák. Na, hát a libák azok fantasztikus állatok voltak. Mikor azt mondják, hogy buta liba, én mindig nagyon fölháborodok, mert a liba nem volt buta. A liba az egy kimondottan, hát nem tudom, hogy okos volt-e, mert azért beszélgetni nem tudtam velük, mert én beszéltem hozzájuk, visszapöntyögtek, de annyira kedves állatok voltak. Egész kiskoruktól kezdve, lehet, hogy azt mondják, hogy én vagyok az anyjuk, de leültem, és akkor jöttek, másztak bele az ölembe, és akkor ott burukoltak nekem, és ez hát nagyon klassz volt. És akkor már nagyobbak voltak, akkor hajtottuk ki őket a tarlóra, csak mondom, mezítláb rohangáltunk a tarlón. Hát lehet, hogy jó vastag volt a talpunk, mit tudom én, meg így csúsztatva rohangáltunk, és terelgettük őket, és ha nagy banda ment, akkor az volt a nagyon klassz, mert akkor ott 6 évestől 14 évesig minden korosztály ott volt, és nem voltak elkülönülések. Tehát valahogyan mindig voltak olyan játékok, közös játékok, nem elkülönülések, amik az egész társaság benne volt. Egy ilyen volt például, amikor megszervezték a nagyobbak, hogy játszunk egy lakodalmas játékot, ami nagyjából arról volt szó, hogy ki volt osztva a vőfétől kezdve, örömanya, örömapa, mennyasszony, vőlegény, násznép, minden mentek hívogatni, a szülők is belementek ebbe a dologba, Paskomon egy jó nagy sátor föl volt állítva, cigányzene volt, valami környékbeli hegedűs, és süteményeket raktak össze, és akkor volt a megyasszony, meg volt a vőlegény. Én násznép voltam, mert kicsi voltam, de nagyon-nagyon élvezetes dolog volt, és mindenféleképpen mutatta, hogy a faluba közösség volt. Közösség volt. Nem mondom, hogy konfliktusok nem voltak. Tehát én ilyeneket nem állítok, hogy nem voltak konfliktusok, de azért közösség volt. Ez is tökéletesen mutatta. Meg az is, hogyha valakinek valami baja volt, akkor a falu mindig összefogott. Akár építkezésről volt szó, akár az, hogy valakinek leégett a náttető a házáról, és akkor összedobta a falu úgy, hogy a náttetőt cserépre tudták cserélni. Azért gondoljátok már el, 60-as évekről beszélek. Ahol, hát nyilvánvalóan azért úgy föl-föl sejlettek rossz dolgok is, amik, mondom, bizony szűrőn keresztül jutottak el hozzánk, mert 62-ben 8 éves voltam, tehát még azért nem voltam nyitott a világra, de azért, amikor úgy végig söpört a falun, hogy jönnek az agitátorok, hát
nem tudtam, hogy mi az. Csak azt éreztem, hogy félnek. Aztán mondják, hogy amit milyen bácsi vasvillával fogadta őket, akkor már tudtam, hogy ez rossz. De aztán csak lett a TSZ valamilyen szinten, ahol, hát édesanyám belépett a TSZ-be, édesapám meg úgy döntött, hogy elmegy Dunaújvárosba dolgozni a szalmacellulózba, mert ő egyszerűen nem volt hajlandó belépni a TSZ-be, és hát ezúttal menekülési útvonal, ő elment dolgozni, anyám belépett a TSZ-be, és a sógor még élt, és sírva ölelgette a két lónak a nyakát, amikor elvitték. Nagyon erős kép. Tehát nyilvánvaló, hogy a nagyon galád dolgokra nem tudok visszaemlékezni, de vannak ilyen helyzetek, amik úgy bennem maradtak. Ha már a sógót emlegettem, őt a falu, azt mondták, hogy együgyű embernek tartották, és én szerintem zseni volt. Kilógott a faluból, eltölt a malac lába, ő csinált neki ilyen kerekes kocsit, amin a malac tudott közlekedni, nem ölte le a malacot. Hát mindenki hülyének nézte, tehát röviden, tömören, aztán liba szárnyakból csinált magának szárnyat, fölment a jegenyef a tetejére, és azt mondta, Isten segíts az ereki árokig. Na hát nem ment el az ereki árokig, csak kicsit összetörte magát. Tehát ezek voltak azok a dolgok, amik miatt, és nem egy ilyen sztori volt, de én ebbe már gyerekként is azt láttam, hogy ő egy nagyon jó ember, egy jó szívű ember, illetve mindig valamit kísérletezgetett, ami nem fért bele a falunak a dolgaiba. Tehát egy hallgatag különc volt, és nagyon-nagyon jó ember volt. Még van 3 szakajtóm, amit szalmából ő csinált, ilyen venyigével tudta össze. 2 szakajtóba édesanyám a kenyeret szakajtotta ki, és van egy kicsi, amiben én. Tehát eleinte anyám sütötte a kenyeret, és mindig megengedte, hogy én is ott szuszmákoljak, és az a kicsi szakajtó is még mindig megvan, amiben én raktam bele a kenyeret, tehát olyan volt, amilyen volt, de attól jobb kenyér szerintem nem volt a földkerekségem, mint ami így sült a kemencébe, ami a mi szobánkba nyúlt bele. Tehát a mi szobánk, amiben 4-en laktunk, hát el tudjátok képzelni, hogy még egy kemence is vett el a területéből, de gyerekek, a kemence sútba behúzódtam, amikor már volt villany 62-ben, vagy nem tudom mikor volt a villamosítás a környéken, és akkor édesanyám tudván, hogy hát a könyv az a mindenem, tehát hogyha volt egy kis szabadidőm, olvastam, itt a kemence sútnak a belsejébe felszereltetett egy állólámpát, úgyhogy egy birkabőr volt belerakva, én oda behúzódtam, és akkor olvastam ugye a pöttyös könyveket, meg az egyebeket, hát ami ugye... Nyilván olyan szempontból is hasznos volt, hogy hát tudjátok, hogy részfelek a pota nyelvjáráshoz tartozik, tehát hogyha én csak beszéd után tanultam volna meg bármit, akkor nem ment volna. A Szegeden ugye szintén ez az őző nyelvjárás, de nem ugyanaz. Most vetítik újra a Rózsa Sándort, nem tudom, a Dunán vagy hol. Na úgy néha úgy föl kapom a fejemet, mert lehet, hogy szegediesen az jó van, de valahogy nekem olyan furcsán mennek a dolgok, de ebből a Rózsa Sándorból egy idézetet írtam föl szinte minden január 1-én a táblára, ami így szólt, hogy ha mindenki azt teszi, amit tönni kell, akkor úgy is úgy lesz, ahogy lönni kell. Utána elmondom nekik, hogy ez úgy van ám, hogy ha mindenki azt teszi, amit tönni kell, akkor úgy lesz, ahogy lönni kell. És akkor ott van pontosan, tehát nyilvánvalóan, ha az elejét értették, akkor másikat csak úgy összehasonlításként mondtam, tehát azért egy idézet onnan is származik, mert szerintem maga ez az idézet, ez nagyon jó. Amikor nyugdíjba jöttem, akkor... szeptember 1-én a Facebookon az osztály, akit sajnos már negyedében nem tudtam tovább vinni, mert akkor a klik nem engedélyezte ezeket a dolgokat,
akkor ezt az idézetet tették föl nekem a Facebookra, és hát virtuálisan ugyan, de mindenki aláírta az osztályból, és ugye hát egy kicsit úgy el voltam kicsit ketyenve, tehát elég korán fölmentem a Facebookra, 8 óra előtt ez az üzenet ott volt, szeptember 1-én, és nekem ez annyira jól esett, mert mégiscsak jelzett valamit. Ugye az idézeteknél tartunk, hát nem mindegyik tartalmas, de ha már az idézeteknél tartunk, meg egy kicsit a tanárságon végére is eljutottam, szeptember 1-én meg egy graffitiből írtam föl idézetet, mindig azt írtam föl szeptember 1-én, amíg rá nem jöttek, hogy ennek célja van, hogy minden tudás elején egy kérdőmondat áll. És egy idő után rájöttek, hogy hát ezzel, ennek a nőnek ezzel valami célja van, hogy ilyeneket írkál föl, és hát azért volt hatása ennek. Jó, vissza az általános iskolába, ugye ott tartunk, hogy szerencsére nagyon jó tanáraim voltak. Nagyon sokat. Az, hogy tanár lettem, lehet, hogy egy kicsit onnan is eredeztethető. Mert később már az ember sok minden kritikusabb is volt talán, de találkozott negatívabb dolgokkal is, de ott én rettenetesen fölnéztem a tanáraimra, benne voltak a falu életébe, mindenbe, hogy hívták a milyen Gizella név, a Varajti Gizella, na igen, tehát tudod, Részeleki volt, na most ő darabjait is sokszor előadták, tehát én mondtam is neked, hogy ezt az aratós dolgot én azt már láttam abban a földolgozásban, amit az általános iskolai nem osztálytársaim, hanem akkor én alsó tagozatos voltam, a felső tagozatosok adtak elő, és hát nyilvánvaló, hogy akkor annyira örültem neki, meg emlékszel, hogy az édesanyámat is mindig elvittem ezekre, és mennyire boldog volt, hogy ezeket a dolgokat újra látja. Nyilvánvalóan a tanárok jó része a felső tagozatban már szakos volt, de nem mind. Tehát ugye most mondják azt, hogy nincs elég tanár, és akkor nem szakos tanárokkal próbálják pótolni a dolgokat, és mondják, hogy ez milyen rossz, tényleg nagyon rossz. De azért hagyd mondjam el, hogy amikor az egyetemen pedagógiából tanultuk a 3H, na ez a H, ez azt jelenti, hogy halmozottan hátrányos helyzetű. Elkezdték magyarázni, hogy nincs röndös iskola, nincs röndös szertár, nincs röndös könyvtár, nem szakosok tanítanak, mit tudom én, kilométerökrük ő gyalogolni, hát ezek rólam beszélnek. És akkor mondtam nekik, hogy nem így van. Nem így van. Mert nyilvánvalóan mi nem vettük észre a nem szakos tanárokat, és nem azért, mert buták voltunk, és nem mértük föl, hogy ők nem tudnak teljességgel, hanem mert ők nekiálltak, ez volt a dolguk, megtanulták és megtanították nekünk. És hát még ha akkor dicsekvésnek is hatott, vagy most is lehet, hogy annak hat, mondtam, hogy én úgy lettem fizikából országos döntős, hogy a tanár, aki nekem a fizikát tanította, az most a Mezei Népdalkör vezetője, a Vénné Szabadi Magdi, énekszakosként tanította nekem a fizikát. És akkor miről beszélünk? Beszéljünk arról, amit Gárdonyi mondott, ugye? Hogy a várnak az ereje nem a falakban van, hanem a várvédőknek a lelkében, és ez tényleg így volt az általános iskolában. Teljesen egyértelmű. No, jussunk el gimnáziumban, jussunk már a gimnáziumig is. Jó, hát itten vannak, akik kíváncsiak arra, hogy mi rosszat vagy jót mondok a gimnáziumról, jót fogok mondani, de sztori az van, egy pár. Nyilván. Jó, tehát bekerültem a gimnáziumba, egy tiszta lányosztályba kerültem be. Hát ez elég beltenyésztett volt. Lehet, hogy a koedukált osztályokban azért a fiúk egy kicsit... Magdi volt először az osztályfőnököm 2 napig. És akkor bejött a Bajjenő, és akkor mondta, hogy mit tudom én, a volt osztálytársaim, akik abból az iskolából jöttek a gimibe, azok a C-be vannak, és kérdezik, hogy nincs-e kedvem átmenni. Mit tudtam én? Hát volt kedvem átmenni, kész. Úgyhogy 2 napig voltál osztályfőnök. Meg is beszéltük, hogy lehet, hogy a vadhajtársaimat a Magdi jobban nyesegette volna, mint az akkori osztályfőnököm, de hát nyilvánvalóan ez így sikeredett. Jó. Tanul. A Putyi a Lakatosné volt, kezdő tanár volt, egyébként kedveltük, de
mert akartuk kedvelni. Hát értitek, hogy mi van? Tehát az hogy valakit el kell fogadni. Elfogadtuk. De azért voltak kritikai megjegyzéseink is, mert hát főleg jó, biológia tagozatos voltam, mert volt egy olyan korszak gondolatom, hogy állatorvos leszek. Na most mindjárt elmondom, hogy miért nem lettem állatorvos. Na most azért nem lettem állatorvos, mert akkor heti 6 órába, vagy nem, heti 6 napon ment a tanítás, maximum 6 órába ugyan, tehát ez volt, de olyan volt, hogy 5 volt a közismereti, 5 napon közismereti, egy napon pedig valamilyen gyakorlat volt. Az osztály egyik fele szabásvaráson volt, a másik fele meg biológián. Hát én a biológián voltam, és egyszer csak a Marika behozott egy ekkora nagy vörös macskát, hogy majd mi azt föl fogjuk boncolni. 16 lány. Most csak úgy képzeljétek el, úgy nagyjából. Az a macska akkor már egy kicsit el is volt kábítva. És ott dülöngélt, hát volt, aki rosszul volt, hát az ételszag, meg egyáltalán az az izgalom, hogy mi most egy macskával mit fogunk tenni. Aztán a Marika elment a tanáréba, én meg a macskát elengedtem. No, és akkor, hát nyilvánvaló, hogy menjek az igazgatóhoz, mert hát most már tudom, hogy tönkretettem az egész napját, mert erre készült, aztán nem, hogy mit csinált, utána egész nap velünk fogalmam nincs. Mentem az igazgatóhoz, a Baranyai Erikával, és akkor hát elmondtuk, hogy mi van, és hát én azért nem voltam egy nyuszi, hát én elmondtam, hogy hát bizony volt, aki rosszul lett, meg mit tudom én, és a barátaim tudják, hogy nem véletlenül hívnak a barátaim gyerekei Macskás Magdinak, mert macskám az mindig volt, meg van is, meg szerintem lesz is. Kóbormacskák címlistáján első helyen állok, az teljesen egyértelmű. Sajnáltam azt a szerencsétlen állatot, elengedtem, és hát elmondtuk a Bai Jenőnek, és akkor azt mondta a Jenő, hogy menjenek vissza a lányok, és mondják meg az osztályfőnöküknek, hogy nagyon megszittam magukat. Na most így zajlódott a dolog, de akkor rájöttem, hogy én nem leszek állatorvos. Én nem fogok macskákat gyilkolászni, meg hasonló dolgokat nem fogok csinálni. Tehát az nagyon hamar ez a karrierem, ez véget ért, és visszatértem ahhoz, hogy majd tanár leszek. És hát nyilvánvaló, hogy ehhez nem csak az az indítatás volt, hogy már általános iskolában sokszor bíztak rám más gyereket, hogy segítsek neki, vagy nézzem át a házi feladatát. Amikor bekerültem a gimnáziumba és a Hámán Kató Leány kollégiumba, aki tudja, hogy mi az, akkor az csak egy dolog, 4-5-ig volt kimenő délután. Jó, csak úgy hozzáteszem, hogy ez azért elég érdekes, hogy képzeljétek el a mai gyereknek azt, hogy 4-5-kor már pedig otthon lesz, ezt leülsz, azt tanulsz, de hát ez volt a rend. Na, mindegy, tehát ott is ez volt a feladatom, már másodiktól kezdve, hogy az alsóbb évfolyamosokat kikérdezni, átnézni a házi feladatukat, és hát most hagyd mondjam, még fölöttem járókat is korrepetáltam matematikából. Tehát nyilvánvaló, hogy úgy valahogy ebbe úgy belesodródtam ebbe a dologba, meg hát ezt ugye veled is többször megbeszéltük, hogy a másik a nagy kedvencem az nem a fizika volt, attól függetlenül, hogy elég eredményes voltam benne, hanem az irodalom, a magyar nyelv és irodalom. Nagyon sokat olvastam, szerettem a verseket, novellákat, nagyobb dolgokat is. Hát egy-egy büntim az abból adódott, hogy tanulószoba alatt, mikor már kész voltam a leckével, akkor olvastam, aztán észrevették, azt mondták, hogy ezt nem kéne, akkor mit tudom, kimenő elvonás, meg ez, meg az, meg amit. Amíg a Manyi néni rá nem jött, hogy hát nem is tudom, nem nagyon tudott vele mit kezdeni, mert közben jó tanuló voltam, tehát a gimnázban végig kitűnő voltam, tehát nem tudott mit mondani, hogy miért kell én nekem 4 óraszát tanulni, amikor esetleg 2,5 óra alatt végzek a dolgokkal, és akkor kaptam engedélyt arra, hogyha készen vagyok az anyaggal, akkor olvashattam. Hát ez elég nagy kedvezmény volt, hát nyilvánvalóan értem is. No, akkor ezek a büntetések ugye lezajlottak, voltak mások. Tehát, nyilvánvalóan. Nem tudom, hogy hát ugye a hangom az olyan kis finom, kis lágy, olyan kis csicsergős, tehát mindig kihallott a tömegből, tehát gyakorlatilag, hogyha valami, hogy is mondjam, palotaforradalom volt, ha többiek sunyítottak, és én hiába sunyítottam volna, mert ez a hangomat teljesen meg lehetett ismerni, tehát nyilvánvalóan voltak ilyen kis büntikék ebből adódóan. Az egyiket is azért elmesélem, mert hát nyilvánvalóan azért látjátok, hogy a stílusom az nem biztos, hogy az a nagyon merev
kategórikus tanár stílusa volt, az is onnan ered, apámtól, mit tudom én, nagy kóklet az öreg. Na, tehát volt kollégiumi értekezlet, tehát a kollégiumi értekezletek azok figyeltek, 3-4 óra sok voltak, hát baromira élveztük. És akkor vége volt az értekezletnek, és akkor a fali újságra kitűztem egy ilyen A4-es papírlapot, és akkor az volt rajta, hogy értekezlet előtt, hát gondolom sejtitek, hogy ez egy popsi volt, és ilyen értekezlet után. És aláírtam, mert hát nyilván egy művet azért csak kell szignálni, hát szerintetek behivatottam annyi néni, hát jó, hát bementem, hát jó, nem volt nagy ügy, mert azt mondta, hogy Gábor fiam, te a természetöttől fúj, vagy lapos, nem az értekezletektől, és akkor mit tudom én, tehát jó, volt valami kimenő elvonás. De a kimenő elvonás ellen én tudtam gyakorlatilag védekezni, mert minden délután volt egy szakkör. És én legtöbb szakkörön ott voltam, vagy a Csabával, mit csináltunk mi Csaba együtt? Iskolaújságot csináltunk együtt, úgyhogy szinte minden délután voltam elfoglaltság, de a nagy ügy, csillagász szakkörös voltam. És tudjátok, hogy a gimnázium tetején van egy obszervatórium. Ma is működik, csak senki nem foglalkozik vele. Tehát amikor én ott gimnazista voltam, és a Kelle tanár úr fölvállalta ezt az egészet, akkor hát hónapokig más se csináltuk, mint a raktárnak használták, a csillagdának két része volt, egy nagy kupola, meg egy kisebb terem, tehát raktárnak használták, és akkor rendszereztük az újságokat, meg azokat a gyönyörű réz szextánsokat, meg egyebeket, levittük a fizikából, egy részen kiállítást csináltunk belőle, aztán jött egy optikus, aki megnézte, hogy a 20 cm-es tükrös távcső működőképes. Semmit nem kellett vele csinálni, kicsit meg kellett tisztogatni, működőképes volt. Működőképes volt a kupolának a forgatórendszere, ahol be lehetett állítani, hogy mit nézegessünk, és amikor ez az egész dolog lezajlott, hogy megcsináltuk ezeket a dolgokat, akkor érdemi tanulás is volt, tehát tanultunk a napról, a kitörésekről, erről, arról, sőt vizsgáztunk is, Bajáról jött le egy bord, Ákos nevű talán csillagász, ott vizsgát is tettünk, tehát ilyen kis csillagász vizsgát, de mi volt a lényeg? Hogyha olyan volt a dolog, akkor este 9-kor voltunk fönn a csillagdában nézegetni a csillagokat, mert délután 4-kor azt ugye nem lehet, és hát azért azért nagyon, nagyon jó volt. Csillagászati hetek, mert ilyenek is voltak még akkor, alkalmával ott ügyeletet tartottunk, bárki a városból vagy az iskolából bejöhetett, belenézhetett a távcsőbe, hát nyilvánvalóan, hogy a holdat tökéletesen lehetett tanulmányozni, a Vénuszt is lehetett tanulmányozni, csillagképeket meg lehetett mutatni, tehát érdekes volt, és közben meg mit csináltunk? Énekeltünk, gitároztunk, de nem is tudom, annyira jó hangulata volt ezeknek a dolgoknak, hogy ott ütünk a lépcsőn, és akkor már tanárként 85-86 volt, amikor a Héli üstökös újra föltűnt Magyarország fölött. Na mindegy, elvittem a gyerekeimet, és megnéztük az üstököst, meg megmutattam nekik a holdat, meg ezeket a dolgokat, és nagyon élvezték ezt az egészet, és én azt hiszem, hogy ez egy olyan kincse az iskolának, amit mindenféleképpen valamilyen szinten hasznosítani kéne, akár városi szinten. És ugyanilyen nagy kincse az iskolának a gyűjtemények. Tehát akik a gimibe jártak, azok tudják, hogy a népművészeti gyűjtemény is elsősorban a gimnáziumban volt. Ott volt, ahol most a menzánk van, ott volt a népművészeti gyűjtemény, na az elkerült. Akkor miénk volt az éremgyűjtemény, a férjemnek a bátyja, aki hát most 78 éves körülbelül, azt mondta, hogy vödrökkel szállították át, ömlesztve vödrökkel szállították át az éremgyűjteményt a múzeumba. Hát szerintem biztos, hogy kálója is volt a dolognak. Akkor azért tudjátok, hogy az ásványgyűjtemény, igen, az is a gimié, és hát ami megmaradt, ami nagy költséggel járna, az az állatgyűjtemény. De figyeljetek, aki még nem látta, az menjen el. Hát olyan csodálatos, és nem a kitömött tigris érdekel engem, meg a krokodil, meg ezek nem érdekel, olyan csodálatos lepkegyűjteménye van. Úristen, ezres nagyságrendű, te tudod, hány ezer van belőle? 2-3 ezer. 2-3 ezer lepke. Csodálatosabb pusztulnak, mert
azt akartam mondani, hogy nincs gazdája, de hogy nincs gazdája, de nincs rá pénz, hogy azzal valaki foglalkozzon. Na hát mondani se kell, hogy az unokáimat is azért nyilván elvittem, aztán mondtam, hogy ezt föltétlenül látni kell, mert ez egy kincs. És ugye hála Istennek, hogy most már kicsit modernebb eszközökkel is rendelkezik a gimnázium. No, tehát hogy is lettem matematika-fizika szakos tanár? Kanyarodjunk vissza. Tehát nyilvánvalóan magyar nem lehettem. Mennyi idő van? 45. Jó, tehát magyar szakos ugye nem lehettem, és akkor, hát a sztorit el kell mesélni, mert inkább a végérű ne lődjön, de ezt hallani kell, mert ez Ügön Gábor Maglis. No, hát az Zagós tanár úr volt a fizika tanárom, nem tudom, hogy valakit tanított-e. Jó, és nagyon-nagyon okos ember volt, de tanítani nem tudott, illetve én azt hiszem, hogy volt a nőkkel kapcsolatos egy kis kisebbségi érzése, és a tiszta lányosztályban azért nem volt egyszerű a dolog, de sokszor azt csinálta, hogy leborult az asztalra, így letette a fejét, és csak úgy kukucskált, hogy mit csináljunk, és ha nem volt kedved dolgot vagy tanítani, akkor valakit kiküldött a táblához, és az a tankönyvből csinálta sorba a feladatokat, és hát ez azért elég sűrűn én voltam. És hát rettenetesen rüheltem, azt azért meg kell mondani. És egyszer, hát nem tudom, most szeretném úgy mesélni, hogy mögelégültem, de hát valószínű, hogy nem tudtam valami feladatot megcsinálni, és mondtam, hogy tanár úr, én ezt a feladatot nem tudom megcsinálni. Félreérthette, mert azt mondta, mi az, hogy nem fogod ezt a feladatot megcsinálni? Mondom, nem fogom, mert nem tudom. No, aztán ugye hát úgy gondolta, hogy ez egy elég szemtelen hozzáállás a dolognak, és akkor mondta, hogy na, akkor mennyi az igazgatóhoz, hát ugye időnként megjelentem az igazgatónál különféle dolgokkal, és mennyi az igazgatóhoz, és akkor azt mondtam, én lemehetek, de megmondom az igazgató úrnak, hogy hetek óta én tartom a fizika órákat, és most már egészen biztos, hogy matek fizika szakos tanár leszek, visszajövök a gimnáziumba, és kitúrom a tanárot az állásából. Ezt. Hát, elindultam lefelé. Hát, hogy is mondjam, baromira dühös voltam, de azért meg is voltam szeppenve, hát azért gondolom egy kicsit, ugye apám vére fölbuzogott, és akkor úgy oda mondtam, anélkül, hogy átgondoltam volna. A második emeletről lefelé a márványtáblánál utolért, és megfogta a karomat, és ráncigált, hogy menjek vissza az osztályba. Nem megyek. Az két dühös ember feszült össze, de végül mondtam neki, hogy ha elengedi a karomat, visszamegyek. Vártam, hogy mi lesz. Annyira elsikkadt ez az egész dolog, hogy akkor találkoztam vele újra, amikor jelentkeztem a gimnáziumba, és megkérdezte Bajeni, hogy ki akarom-e még túrni a tanárat az állásából. Tehát valamilyen szinten szétspriccelhetett, mert hát gondolom az osztálytársaim vagy valahogyan, és eljuthatott az igazgatóig is, de fegyelmi következménye nem lett, de azért úgy szeliden megkérdezte, hogy most mi a tervem, hogyha én itt akarok tanítani, akkor... Hát azt mondtam, hogy tőlem elfér. Tehát mit mondtam volna? Csak hagyjon békén, mert azt azért hozzátettem, mert hát ilyen vagyok. Tehát talán lehet, hogy nem kéne, de hát ilyen vagyok. Jó, ugye háromnegyedben, akkor gyorsan. Egyetemista is lettem. Mi is történt velem az egyetemen? Szereztem egy diplomát, egy férjet, meg két gyereket. Mi is volt a sorrend? Férj, két gyerek diploma. Jó. Tehát nyilvánvaló, hogy azért ez se volt egy ilyen nagyon egyszerű dolog. Amibe hát az egészet azért érdekes dolog volt, mert 5. évre ugye úgy mentem vissza, hogy tudom, hogy babát várok, és akkor hát nyilvánvalóan próbáltam a feladataimat úgy koncentrálni, hogy az első fél évben legyek túl a dolgokon. Sikerült is január 1-jéig mindent leszervezni, hogy minden meglegyen. Igen ám, de a szakvezetőm az 3 hónapra kiment Oroszországba. És az a téma, amiből a szakdolgozatomat írtam, bár elkezdtem magyar nyelven, nem volt elérhető. Az ő kandidátusi disszertációnak egy része volt, jó, nem baj, karácsonykor hazajön, majd megcsináljuk. Jó, rendben van. A matematika tanításomat január közepére időzítették, mert áprilisra voltam kiírva. Jó, rendben van, januárban bekerültem a kórházba, és februárban ikreket szültem. És akkor ugye március közepén kijöttem a kórházból, úgyhogy nincsen meg a szakdolgozatom, nincsen meg a gyakorló tanításom, 2,5 óránként kell etetni 2 apró gyereket. Hát gyerekek, olyan zombi üzemmódban voltam. Hát a férjem az nagyon sokat segített, ugye többen ismeritek, nagyon kreatív volt. Hát nyilvánvaló természetes úton
megetettem a gyerekeket egyszerre. A következő etetésnél az Ignác cumis üvegből, mégpedig úgy, hogy a kisgyerekágy így föl volt állítva, így egy kicsit alá volt támasztva, egy madzagot áthúzott, azon volt két hurok, benne volt a két cumis üveg, és ő etette a gyerekeket, meg aludt. Akkor, ha kicsúszott a gyerekek szájából, nem volt semmi probléma, mert fölállt a cumis üveg, gyerekek ordítottak, akkor folytatta. Úgyhogy gyakorlatilag azért némi... Hát igen, na jó, tehát így volt, jó. És akkor sikerült az egész dolog, és jöttem a gimnáziumba, és akkor itt dolgozgattam egy darabig, akkor hát sokan ismerik, hogy azért volt két elég komoly műtétem, ami után, mind a kettő után visszamentem tanítani. Hát nem szégyellem, én agydaganatom volt ott bőven maradt is, és akkor hát nyilvánvalóan visszamentem tanítani, mert én tényleg úgy éreztem, hogy az nem érdekes, hogy a lábam nem működik, az nem érdekes, hogy a kréta kiesik a kezemből. Én azt akarom bebizonyítani, hogy itt még van valami, maradt még valami, még tudok mit csinálni, és ehhez is van egy nagyon jó pofa sztori. Hát az, hogy kopaszon kezdtem el tanítani, hát az olyan mellékkörülmény. Járkáltam a folyosón, megnéztek a gyerekek, hát ez kopasz, aztán utána már arra figyeltek, hogy nagyjából, hogy mit mondok. De igen, egyértelmű volt. De a sztori az, hogy ugye júniusban műtöttek, és én augusztus végén munkába álltam, és összefutottam egy ismerősömmel, akinek februárban eltört a keze, és panaszkodott, hogy hát ő bizony még nem fog munkába állni, mert hogy neki a keze a munkaeszközöm. Jaj, de jó, hogy nekem az agyam nem a munkaeszközöm. De nem értette, de hát jól van, munkába álltam. Aztán, amikor harmadszor is megfenyegettek azzal, hogy újra veszik elő a dolgokat, akkor azért megtörtem egy kicsit, és akkor egy évre, hogy is mondják ezt, ilyen táppénzre mentem, de akkor már nem volt erőm visszamenni. Tehát 6 évet voltam otthon, és akkor utána 2002-ben félállásba mentem vissza dolgozni a gimibe, és nagyon jó, hogy visszamentem, mert nekem ez az életem. És megértem a 2015-öt, ahol a gimnázium 250 éves évfordulója volt, és egy egész éves programsorozat, amiről lehet, hogy egyszerűen tarthatná egy előadást, mert az valami csuda volt, így van, aki ott volt, az egy csuda volt, csodálatos programok voltak. Nyilvánvalóan minden programon lelkes, önkéntes, kiváló mérvadó voltam, tehát ott voltam a programokon, kettőbe szervezőként is. Az egyik az egy ilyen retro matematika verseny volt, amikor meghívtuk a volt tanítványainkat, szüleiket, stb. És hát komolyan, tehát volt olyan tanítványom, ikrek voltak, éppen tanítottam őket, a nővérük is oda járt, az apjuk is, az anyjuk is, és ők egy 5 fős csoportként regisztráltak erre a versenyre. Hát én olyan büszke voltam, hogy majd szétdurrant a fejem. Tehát tényleg nagyon jó volt, és nagyon sok feladat, amit összeállítottam, az nagyon bonyolultak voltak, mert mindegyikben a 250 volt benne, az 1765, meg a 2015 nagy nehezen kikiszámolták, csak mindegyik feladat ugye másképpen szólt, de hát egy idő után már rájöttek, hogy nagyjából mi a végeredmény. Jó. A másik az meg volt egy olyan, nem tudom, kitalálta ki, lehet, hogy éppen te, hogy jezsuita stílusban tartsunk órákat, és az én csoportom akkor egy ilyen nagyon jó emelszintű csoportom volt. Mondtam nekik, hogy mit szólnának hozzá, hát belementek, akkor kezdtek egy kicsit húzódni, mondtam, hogy de amikor a jezsuita korszak ott nem voltak női tanárok. Tehát valaki majd innen az csoportból fogja vállalni, hogy megtartja az órát. Most volt egy srác, aki irodalmi színpados volt, és hát végül is elvállalta, nyilván fölkészítettem az órára, és a fizikában volt az óra, én kívülről hallgattam csak az órát, de öltönybe voltak, nyakkendőbe voltak, kézzel számoltak, tananyagot tanított, mentek tovább, az szuper volt. Ők is úgy gondolták. És a második óra meg arról szólt, hogy egyetlen szemlány volt a csoportban, ugye Zsuzsa ott ülték kint velem, onnan figyeltük az órát, egyetlen szemlány volt a csoportban, és akkor a lányok csak magántanulók lehettek, házi tanító tanította őket, és akkor azt játszottuk, hogy az egyik fiú, mint matematika korrepetítor, elment a kislányhoz, hogy leadja neki az órát. Mi voltunk a gárdedemok, a Zsuzsa meg én, és a fiú is nagyon jó pofa volt, mert egyrészt
hogy mondjam, tényleg fölkészült rá, nem csak az, hogy matematikailag elmagyarázza a dolgot, hanem a korabeli gesztusok. És akkor azért néha lopva megpróbáltam megfogni a kislány kezét, a disznó kutya. Akkor ugye nyilvánvalóan rászóltunk, vagy valami, hát megvan videón, de csodálatos emlékem ez. Tehát nagyon jó volt, hogy ezt megértem, és még tanárként értem meg. Aztán most már nyugdíjas vagyok. Mit csinálok? Unokázok. Kim vagyok a telken, kicsit növényekkel babrálok, mert ugye a parasztvér az már ilyenkor nagyon erősen guzogám már februárban, azért tudjátok, hogy ilyenkor már dolog van kin, és hát nyilvánvalóan nem tudok elszakadni a matematikától, tehát azért voltak olyan tehetséges tanítványom, akik vállalták azt, hogy versenyre készülnek, mert az mindig nagyon nagy munka, és hogyha ők valamilyen logikai hibát csináltak, és az a logikai hiba olyan volt, hogy közben kijött a jó eredmény, tehát egyszerűen nem értette, hogy én most mit pofázok itt össze-vissza, amikor hát kijött a jó eredmény, akkor mindig gyártottam nekik olyan feladatot, amelyikbe az a logikai hiba nagyon messzire elvisz a helyes eredménytől, hogy érezze, hogy hát az bizony akkor is hiba. Mondd neki, figyelj, hát pirosat mutat a lámpa, átmész, nem üt el az autó, nem fogy el a rendőr, attól még az nem jó van, tehát attól még ezt meg kell tanulni, és ezeket a feladatsorokat rendezgetem most. Hát van belőle 200-300. Kérdezték, hogy mit csinálok vele. Vannak azért nagyon jó tanítványok, akik tanárok lettek, majd ez lesz az örökségük. Jó. Tehát én köszönöm, hogy meghallgattatok. Nyilvánvalóan éjfélig még úgy lennék, itt elmondom, de a Csabát megkértem, hogy egy nagyon kedves verset olvasson már föl, ami én szerintem végszónak nagyon-nagyon jó lesz ide. József Attila, tanultátok-e a számokat? Bizony, számok az emberek is, mintha sok egyes volna az irkában. Hanem ezek maguk számolódnak, és csodálkozik, mint mód fölött az irka, hogy mindegyik csak magára gondol, külön akar lenni a többinél. S oktalanul külön hatványozódik, pedig csinálhatja a végtelenségig. Az egy így formán mindig egy marad, és nem szoroz az egy, és nem is oszt. Vegyetek erőt magatokon, és legelőször is a legegyszerűbb dologhoz lássatok, adódjatok össze, hogy roppant módon, felnövekedvén az Istent is, aki a végtelenség, valahogy megközelítsétek. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Magdinak ezt az előadást. Van-e hozzá esetleg kérdés? Meddig akartok itt lenni? Nem kérdésem van, csak a Magdi szerénysége. Azt nem mondtad el, hogy évfolyam elsőként végeztél az egyetemen. Azért ez nem semmi dolog. Hát, már dicsekedtem azzal, hogy úgy fizikából országos döntős voltam, hát akkor... Jó. Jó. Igen. Valóban. És ezt onnan tudod. Egyébként az Ágoston éppen pénteken nézegette az indexemet, és akkor nézte, hogy ez is kettes, mama, ez is kettes, ez is kettes, mondom, figyelj, az az óraszám. Mert így mondom meg, itt nézegessed, mert itt osztályzat, itt nézegessed. Van-e még esetleg kérdés Magdihoz? Iglácsnak van. Mondjad. Gyűlés előtt, vagyis a legelején elmondott, én azt átéltem öreg tényet. Mert én oldalon számítom. Hát gondoltam, hogy lesznek közös. Jártam csak előbb. Hát igen. 8 éve. De azért én azt mondom, hogy ezek szép emlékek. Akkor kitanította ott a matekot, Szigeti Karcsi. Szigeti, igen. Meg a Fehér Tanító bácsi általános iskolában, az alsó tagozatban a Fehér Tanító bácsi, meg még ötödikben is ő foglalkozott velünk, és a Szigeti Tanító bácsi volt a matematikus. Mert engem is ő tanított. Na, akkor igen, és szerintem nagyon jó fej volt. Igen, és akkor még egy kérdésem van, ez kicsit olyan rázós, nem? Mit szól a mai matek tanításod, a maga technikához, mert én megmondom őszintén, én is jó matekos voltam, ma is fejbe számolok sok mindent, például olyat, hogy egyik labdarúgó mérkőzésnek a szorzója 2,4, amúgy meg mit tudom kérdezni. Ó, igen. Fejből
számoljuk, de akkor ott háromnak mennyi, vagy ötnek mennyi a vége, hogy mennyi pénzt érdemes rátenni. Na, mit szólsz? És a másik szervényen azt a két meccset megváltoztak. Na, és akkor azt mondják, hogy nincs haszna a matematikának. Hát tehogy nincsen. Van. Még annyit mondanék, és kérdeznék, hogy mit szól hozzá ez a matek, hogy régen minket öreg tényen a fehér tanítónéni tanított fejbe is számolni. Az, így van. Nem csak az egyszer egyet, így van. Hanem más is. És most a 12 éves unokámnak mondom, hogy ez a kutya most 18 éves, emberi számítás szerint 7-e kéne beszorozni, ha az ember volna, mennyi volna? Papa, most nincs nálam a... Igen. Igen. Ezt kegyetlennek tartom én. Hát 7x18, hogy fejbe ilyet nem lehet számolni? Hát nem is tudom, tehát azt tudomásul kell venni, miért hogy... Miért nem tanítanak ilyeneket? Én is sajnálok bizonyos dolgokat, amik kimaradtak, mert én úgy gondolom, hogy a matematika nem csak a gyakorlati alkalmazásra való, hanem az az egyik legerősebb smirgli, amivel a gondolkodást lehet csiszolgatni az ember agyába, tehát bizonyos dolgoknak az elmulasztása nekem is fáj. De tudomásul kell venni, hogy annyira fölgyorsultak a dolgok, és olyan gyors döntéseket kell hozni, hogy ez már a gépek nélkül nem működik. Tehát, de nyilvánvalóan, és most itt a fejszámolást azért teszem félre, mert az nekem számtan. Tehát a matematikában én inkább a gondolkodási műveletekről beszélek, vagy arról, hogy egy problémát hogy kell elemezni. Erről is van sztorim. IVIF korszakban évfél után dolgozatot javítok, bepittyen a gép, hogy üzenetem jött, és azt írták a volt tanítványom, hogy itt ülünk a szexádon, nem tudom kinek a pincéjébe, hát gondolom kapatosak is lehettek, azt sztorizgatunk, és akkor azt Csécsei, tehát Zsuzsa az ismeri, meg te is Csécsei, Robi, és akkor azt mondja, hogy azt hoztuk elő, hogy a tanárnő soha nem azt mondta, hogy példa, soha nem azt mondta, hogy feladat, mindig azt mondta, hogy elemezzük a problémát. Én erre nem is emlékeztem, de mi ragad meg a gyerekekbe? Elemezzük a problémát. És ha ez megragad benne, hogy a problémákat elemezni kell, nem nekiesni, mint bolondbonyó az anyának, hanem átgondolni, elemezni, körbejárni, tervet készíteni, és a végén ellenőrizni, és itt csatlakozok hozzád, hogy nagyságrendi becsülést én mindig elvárok, mert képesek elfogadni olyan ordinári eredményeket, hogy sikítani van kedvem, néha teszem is, tehát sikítani van kedvem, mert egyszerűen azt mondja, hogy beteszek a bankba 1 000 000 forintot, 5 év múlva 600 000 lesz, de rájöttem, hogy előrelátó volt a gyerek, nem buta, meg nem rosszul számol, hanem csak előrelátó. De azért ilyenkor azért szoktam neki mondani, na váltsál már bankot, de azonnal. Tehát bizonyos szempontból nagyon egyetértek veled. Nagyon egyetértek veled. Ha nem is a 7x14-jel, hanem a nagyságrend, hogy nem fogadjon el képtelenséget, hát úgy átrázzák. Igen, igen, így van. 15 éves gyerek ne tudja azt, hogy most bemegy a bódba, erőbb, igen. Kenyér annyi, én mikor megyek a pénztárhoz, már ott a pénz. Hát valamilyen szinten meg kell neki becsülnie. De most nem ez a követelmény, ezt tudomásul kell venni, bár általános iskola alsó tagozatban még az unokám fejbe kell, hogy számoljon. És akkor még annyit mondanék, hogy hát ez nem petyka, meg nem nagy örömhír. Ma is él a gyerek, második általános iskolába jár, de még nem is járt általános iskolába, úgy szórakoztattuk egymást, nem itt lakik a gyerek, messze, Pesten túl, csak ott dolgoztam, meg ott vagyok ismerős, úgy szórakoztattuk egymást, hogy még iskolába se nem járt a gyerek, és fejbe számoltunk úgy, hogy először én kérdeztem mondjuk tőle, hogy mit tudom én, 12, meg 91 az mennyi. Hú, ez bonyolult. Még iskolába se járt. Utána ő kérdezett tőlem, na most, sokszor én direkt olyan számot mondtam meg, hogy 1-2-t én tévedtem, és rájött a gyerek, még iskolába se járt. Ma 8-os, olyan, vagyis 8 éves, második osztályos, fejbe úgy számol, mint a fel. Hála Istennek, hogy van ilyen is. Köszönjük szépen. Így van. Köszönjük. Jól van, drágáim. Na, ha kérdeztek, még válaszolok, lazítsunk. Hú, de izgultam. Most láttuk, már leengedek. Láttuk rajtad, adom is a vizet. Jó? Jó van, nagyon köszönöm. Szépen köszönjük Magdinak az előadást, nektek pedig azt, hogy itt voltatok, és folytassuk. Ugye minden hétfőn találkozunk itt.
Eddig a kalocsai képeslapok mentek, most a jövő héttől történik egy kis változás. Egy fiatal embert várunk ide jövő héten, hétfőn, úgy hívják, hogy Medgyes Attila. Ő Soltvad kerté. És ez már egy kicsit a politikához kapcsolódó dolog. Ő Soltvad kerten szeretne polgármester jelölt lenni, nagyon-nagyon jól csinálja, illetve egy jelölt lesz polgármester szeretne lenni, és elhívtam őt, hogy meséljen nekünk arról, hogy ő ott mit csinál. Nagyon komoly dolgokat visz véghez, és azt hiszem, hogy példaértékű ő lesz a jövő heti vendégünk, és aztán utána folytatjuk minden hétfőn egészen áprilisig Magdi kérésére, majd március 18-án Simko Edit lesz itt a pedagógus tüntetések egyik arca Budapestről, őt is várjuk szeretettel. Köszönjük szépen a videót. Én hozzáteszem, hogy addig nem mert